Sziasztok! Egy 3 perces proteindús süteményt mutatok nektek, nagyon gyorsan elkészíthető. 3 evőkanál zappehely liszt kell bele, én simán a zappehelyet ledaráltam a kis buletembe, és így készítettem zablisztet. Ezek után tettem bele egy pici édesítőt, én ilyen kristálycukor jellegű eritritet használtam, de tehettek bele bármilyen más édesítőszert. Tettem bele egy kicsi kakaóport, ez cukrozatlan étkakaópor, mehet bele körülbelül egy mokkáskanál sütőpor, illetve a proteinpor, én csokisat használtam. Pici só, 5 evőkanál kókusztej, itt is használhattok zabtejet, vagy bármilyen más növényi tejet. Tettem bele egy evőkanálnyi kókuszolajat, és az egészet teljesen homogénre elkevertem. Tehettek bele bármilyen gyümölcsöt, kókuszreszeléket, magvakat, én most ilyen étcsokis, cukrozatlan csoki cseppet használtam. Hogyha mindez megvan, és összekevertük, akkor az egész mehet a mikróba. Hogyha folyékonyabbra szeretnétek a belsejét, akkor elég neki 1,5-2 perc, én 2,5 percig sütöttem a mikróban. Amint kész van, ez kiesett szépen a sütőformából, a tetejére tettem egy kis cukormentes barackleckvárt, illetve én most egy kis kókuszreszeléket, de például áfonyával is díszíthető, nagyon jól néz ki, és nagyon finom. Próbáljátok ki, szerintem simán kiváltható vele egy reggeli, vagy egy uzsonna. Egészséges, proteindús, finom.